Ekkor szoktak akkor... kérdezni az Zoli, elnézést, ő ki? Beállsz, és nem tudod, melyik kapura támadsz. Mindegy, hát azért máshol jártad. Gyorsokat lenni. Akkor a húgom akkor ment férjhez. Nekem meg nagymamám szülőszem. Ulábátorban. Két hetente jelentkezik a Jobb Felső Pipa, a Mandiner és a Sportimádók fésületlen podcastja. Folyamatosan frissülő tartalmainkért pedig iratkozzanak fel a csatornánkra. Na ez itt a Jobb Felső Pipa, szervusztok, most már FIFA lesz ez. Igen. Forever. Igen. A Dream Team-el! Visszatért a mi kis nyelvészünk is, fantasztikus! Zoltán! Sziasztok, köszönöm a figyelmet! Vissza! Na mik a hírek, Zsuzsika? Lesz itt a Vinetú bajnokunk, gyerekek! Már lehet, amikor most ezt a kis, mi kis műsorkánkat fölvesszük, akkor ugye még pontosan nem tudhatjuk, hogy már eldől-e a Fradi bajnoki címe, még pénteken. 9 pont az nem kevés. Ugye, hogy mondjam el nektek, hogy mivel készül a Ferencváros, nézd csak oda. Tehát, hogy ezt ne keverjük össze, jó? Tehát, hogy azt mondják, hogy az anyák napja, nem anyád a napja. Jaj, próbáljátok meg a szurkolókat. Minden kivesztek a futballból. Elveszik tőlünk a verekedést. Na. Elveszik tőlünk most már a sértegetést. Pirotechnikai eszközök használata. Annyira gáz. Mi lesz ebből a labdarúgás? A füstöt. Érted? Te régen volt ennek egy hangulata. De igen, most is volt szerintem. Miért a derbi most oké okay volt? A derbi okay. Négyszer vagy ötször meg kell szakítani a mérkőzést. Betiltani. Tudom, hát már régóta betiltották. Ez nagyon gáz. Én azon gondolkodtam, hogy a füst, meg nem tudom milyen. Ez hozzátartozik. Hogy nem lehetne ilyen meccseken? Néha. Tehát csak füstöt, és azonnal neon labdát. És nem látod, hogy ki lő, hogy ki játszik, kipasszol, csak a füstben még nem megy el. Jó, de szegény kis lisztest most az éppen ezért állítják sarokba, ugye? Mert ugye egy fákjával a kezében a hát, próbált ünnepelni. Mikor vége volt a meccsek, egyik szurkoló egy fákját adott a kezébe, és akkor ott a kezébe. Fegyelmi, utána ő egyébként kivitt a pályáról. Szóval nem értek egyet, a szegény kis, ez a lisztes Krisztián egy tényleg egy elképesztően... Utóbbi is. Igen. Van egy második. Igen, az ő fé, és egy extra jó futballozik a kis srác. Ráadásul tényleg az ő fé. Igen. Képzeld, hogy a Krisztián nem egy magas srác, egy kitűnő játékos, az apuka. És az ő fiacska, ez egy magas fiú, és egy nagyon agilis, elképesztő pályára, és 1000 fokon úgy megy. 17 évesen, most mindjárt 18, mire most lesz egyébként ez a műsor, már meg lesz. Nem megy egybe a Brémába. Így van, és 5 meccsből 4 gólt, és gólpassz jegyzett. Pluszban, egy nagyon-nagyon agilis, szenzációs játékos. Egy dolog már nem tetszik, hogy nem a magyar média már is kezdi őt, tudod, már a magánélet, már kezdik, sztáron, nem szabad. Ez a kis srác így ahogy van, tiszta és tehetséges. Tudom, csak nem kell túl hype-olni. Tudom, hogy nem tudom kivenni, de ettől még engem zavarna. Írjanak róla természetes, mert ez egy csodálatos dolog, hogy valaki 17 évesen minden meccsen beáll és gólokat rúg, meg gólt rúg. Sőt, azt mondta válogatott is lesz üzent. Jó, de hát nem tartom helyesnek. Ő nagyon jó, földön járó srác. Nagyon jól van kezelve. Én nem tud ugrani? Hát azt mondod, magas. Hát kár, valaki kár, magas. Az nem rúgott egyet alá, hogy elszakadjon a földtől. Na, ilyeneket nem mondják. Na, de minden esetben, amikor múltkor kritizáltad ugye a Ferencvárosban például Ryan Mayét, ugye, hogy milyen igen. a mentalitása, vele szembe állítottad pont éppen a kis lisztest, ugye, és most úgy tűnik, hogy felnő a kis lisztese ez a feladat, a sok szempontból. Egyébként nem csak neked tűnik fel, hogy milyen jó, hogy van hazai nevelés, egyébként pont Csányi Sándor üzent a Orosz Pálnak a Fradiba, ugye, hogy jó lenne már egy picikét még több magyart látni majd a csapatokban. Hát, ne csak a Fradinak üzenjen, minden csapatnak üzenjen. Nem csak magyarok vannak. És a Budapesti, a Kispest Honvéd. Kecskevétek, milyen szép a színe. A színe nem, de egyébként azt tetszik, hogy egy nagyon-nagy jó mentalitás. Szép város, rengeteg hakni van ott, imádom. Szép város. Én nem szeretek hakni. Én inkább műsort tartom. Viszont az, értem. Egyszer mondtam Friderikus Sándornak. Hétvégén felép nem csak szórakoztat, de majál is. Én kirándulni megyek be hétvégenként. Tudod, kirándulni megyek a hegyekbe az anyagi forráshoz. Igen, jó, oké. Okay. Ekkor szokta akkor... kérdezni az Zoli, Enzsist, ő ki? Ki hívta? A zöld fiatal ember. Egyik kicsit a délben. Zöld bolygó. Visszatérve a derbire, ugye, igen. hogy Újpest-Ferencváros 2-3 a vége, igen. de egy volt színvonal, szóval lehetett azért szeretni, azt lehetett mondani, hogy ahhoz képest, ahol Nara a te villáit fölkapaszkodtak a szezonban, ez azért vállalható mérkőzés volt. Jó, a derbi mindig fölkapaszkodik, mint a két csapat, ez természetes. De egy döntetlen lehetett volna azért magunk között. Jó, ez igaz, de mindig azt, hogy lehetett volna. Lehetett volna, hogy miért, de mégsem az lett. Tehát akkor ennek azt tudom, hogy nem az lett. Tehát igen. Tudom, hogy a dolgok... Az Újpest az utolsó 10 percen valóban mozgósított minden energiát. Ezt mondom. Igen, megvoltak a lehetőségek. Ez ilyen, a futball ilyen, aki többször betalál abba a kis ketrezbe, az nyer. Várj, ezt hagyj írjam fel. Aki több gólt lő,
az nyer. Legalább egyel. Hevesi is rossz nézni. Na ő a Krisztián, látod? Ez a srác. Nem érdekel a Krisztián. De érdekel, mert ez egy nagyon tetszik. De nem érdekel a Ferencváros. De ott van azért, csak ott fölül a víznek árja. Ez bírom ezt a ízét. Ez a kis, ez déli zászló. Déli zászló csak Ferencváros ízére. Ezt nem akarják kitiltani ezt is? Nem, még nem. Viszont a Magyar Kupa döntött, az Zalaegerszeg nyerte. Mit szóltak? Kint voltam. Ott voltál? Kötöttem egy pulóvert az első fürdőbe, utána pedig négy sálat. Nem. De izgalmasat már bűzőbe voltunk. Curtis Attila barátom, a született széki úr. Drágám. Együtt léptünk föl nemrégen. Igen. Ott volt Charlie és Horváth Charlie legenda. Igen, a legnagyobb. Új klipjük van, egyébként ajánljuk mindenkinek. Igen. Sőt, beindult a Curtis Live élő koncert, ahol például kedves drága barátom és tudod, testvérem tudod, is fellépett. Tudod, Ákos, hogy hívja a Charlie-t? Carly. Átkár. Igen, úgyhogy Curtis-el néztük, igen, a MOL Magyar Kupa döntőt. Gyerekek, közel volt a Budafok nagyon, tehát olyan jó támadásokat vitt, annyira lazán és ilyen tényleg minden tertől ez volt a Magyar Kupa döntő, Zalaegerszeg, Budafok? Igen. Most kérdezik. Na most Mátyus Jani. Mátyus Jani, picit szomorú volt a végén. Jövőre már az Audi támogatja, tehát még... Egykorika hiányzik még a bort. Elkezdték a szerződés. Ha megnyerték volna, látod, lehet ott lenne már. Na, például Jani, most nem azért, mert nagyobb vagyunk, és mert kispesti kötődésű, de olyan jó edzővé vált, annyira jól kinőtte magát, és belelépett ebbe az edzői halmazba, hogy tökéletes, nagyon nyilatkozik, tök jó teszi össze a csapatot, látszik. Én nem csodálkoznék, ha őt előbb-utóbb elvinni. De a stábja extra. Hát, na de ahhoz kell, na ő de gyerekek, nyilván persze. Mióta várjuk már azt, hogy magyar edzők üljenek a kispadon, nem és lehetőség. De azt mondod, hogy ez nem egy olyan példa, amire építeni lehet, hogy van azért. Hol van a szegény Janikám jelen pillanatban? Hát, NB2 csapatnál. Egyébként ragyogó csapat, Budafok Pecsekre én sűrűn kint vagyok. Mondhatnám azt, hogy van ilyen kártyám is, meg minden. Nagyon szeretem a Budafokot. Nagyon kulturált körülmények között nagyon jól lehet dolgozni, és örülök, hogy Matyek az edző. De Matyek, bocsán, így hívod? Matyek, vagy hát, még nem készült el a fogsor? Hát, van fizika, meg Matyek. Matyek. A Csek szava jut eszembe, amikor azt mondja a Csek, hogy aki nekünk fontos, megtaláljuk. Ezt mondta a Csek. Szóval azt akartam mondani, hogy tényleg a haladásnál is nagyon jó munkát végzett, jól dolgozott. Jól mondod. Feltaláltam valamit. Nem akartam. Felrobbant volt valami a túl vége. Hallod, Levi? Hogy teljesen egyetértek abban, hogy a Matyek kilőtte magát. Tényleg. De így a ketrecből, vagy hogy? Melyik Matyek? Hát, hogy jó edző lett. Jó, Mátyus Jani. De kit Matyek? És biztos vagy benne, hogy előbb-utóbb még jobb csapathoz kerülhet. Ez én még is a Budafoknál is jobba? Jó. Nézd, most a Budafok elég szörnyű állapotban volt, amikor ő átvette. Ehhez képest most stabil középcsapat lett. Tehát oké, ez azért én, mint edzői feje mondom, hogy ez nagyobb dolog, mint hogy egy kicserélsz egy keretet, agyon igazolsz mindenkit, és ott vagy az negyedik helyen, most mondtam valamit. De sok edző ezt csinálja, oda kerül, bevásároltat a klubigazgatóval, tulajdonosokkal. És azt akkor viszi neki otthon. Paradicsom, fizsek kérek. Egy kis levezőtség. Natúr jogkultot nem hozta, elnök úr. Nem jött át a natúr jogkult. A gyereknek a múzli. Igen, felmondok. Szóval azt látnád, hogy nagy csapatot az elnököt viszik. A Gárdiolának vissza a City elnöke. Kettőt igen. Pep, mi kell még kéne most? Nem a kiflivel szállítatja ki. A kiflivel. Van cici. Jaj, de bocsánat, találmány úr, és mi volt? Elnézést, Baltazár úr, hogy amikor a kísérlet közben... Öveges professzor. Melyik pillanat volt az, amikor tudta, hogy nincs vissza? Nem. Hogy fel fog robbani a kémcső. Heki kutya, miért nem? Őszintén. Beke Pétert nézzük már meg ebből a csapatból, képzeljétek el, akinek egy nehéz családi döntés előtt kellett valami komolyat mondani, hogy legyen, mint legyen, mert képzeljétek el, hogy a lánytesója, Zsófinak a kupadöntő napján volt az esküvője. Szegény szülőknek ezen kellett itt most matyagolni, hogy hova megyünk. Hogy hova megyünk, a lánynak megyünk az esküvőjére, vagy a fűnek a kópa, aztán úgy döntöttek, hogy tesznek az esküvőre egy nagy kivetítőt, és nézik a meccset. Ez lett a
végső megoldás. Hát egyet mondok, pedig ott kell volna a Péter, erről a tehetséges fiúról szintén... És egy gyűrűt rárúgja az ujját. Várj, erről a tehetséges srácról szinte a Budafok összes gólját szinte ő rúgja, elképesztő gólérzékeny, őnek nagyon érdekes a pályája. Hamburgban volt kölcsönadva, vagyis hát oda ment, és onnan, amikor a Covid időszaka volt, akkor úgy döntött, hogy hazajön Magyarországra. A Zalaegerszeg igazolta le, és aztán ott nem játszott, padozott, és megkereste a Budafok, és így került Budafokhoz a srác. És nagyon motivált, ő is egy földönjáró, egyébként kifejezetten tanult okos fiú, viszont egyetlen érdekesség van, hogy most a döntőben nem játszott jól. Uh-huh. Tehát itt kritikusan mondhatjuk, nyomaiban nem úgy játszott. Lehetséges ez volt akkor a fejben, hogy nem volt ott 100%-osan, hogy a testvére igen, ezek hát szerint. Hogy igen. Előző nap, szerintem te is ismered, Zoli, tudod ki az ő nagybátyja? Na. Beke Márk, hangmérnök. Dolgoztál-e vele? Életemben nem hallottam. Nem? Márk. Beke Márk. Fogalmaz. Nem? Egy nagyon, tényleg egy nagyon-nagyon ismert, ismert hangmérnök, rengeteg lemez készített, stb. Rádai utcai stúdióban dolgozott a legtöbbet, ha jártál esetleg. Fogalmam nincs. Nem baj. Így viszont már teljesen ismert. A meccs előtt egy nappal felhívott és beszélgettünk, és kérdezte, hogy én mit tippelek. És felvette? Nem találtam el. Én azt tippeltem, hogy a Budafok behúzza ezt a mérkőzést. Na. Viszont a tanultakos fiúkra jut az eszembe. Mutatok nektek egy fiatalembert. Ulbrich József, ugye, aki a Vasas mezében betalált a korábbi csapatának, a Puskás Akadémiának, és ugye nagyon okos és tanult módon, hogy ünnepelte ezt? Ugye, hát odarohant, ez egyébként a fotóból nem derült, az ellenfél kismatyához, és Hornyák Zsoltnak azt üzente, hát így finoman el lehetett olvasni a szájra, hogy ott van te. Mi van? Na, szóval, hogy valami ilyesmi. Mm. Teljesen normál. Én nekem ez nagyon tetszik. Végre mondom, itt dolgozom. Messzi, mert én azt szeretem, amikor kiadják a feszültséget a srácok. Figyelj, ez benne van. Ez nem rossz színű, egyszerűen kijön belőled minden. Az oké, keserűség, feszültség. A Messi, aki ugye mindenki úgy tudja, hogy az egy szerény, milyen visszafogott srác, amikor egyszer a Copa America, amikor azt mondja, most táncolját egy gyökér, most táncolják. Mert olyan de a VB-n is beszólt valaki. És a VB-n ugyanez, hogy mit nézze félesző? Mit bámulsz félesző? Emlékszem, ezt igen. Ezt senki nem várja, de ő belül is kijön, mert ő is emberből van. Persze. Szerintem a srácot nem kell ezért most őt bántani. Ki jött belőle egy embertelen feszültség? Mi volt az előzmény? Ja, az, hogy az edző korábban azt nyilatkozta, hogy amikor Ulbrich Józsi beáll, gusztustalanul vagy érdektelenül játszik, az ilyen meccseken, azt nem tudom megbocsájtani. Mondta ezt még ugye a korábban, amikor akkor a Puskás Akadémián játszott. Úgyhogy így aztán volt ennek egy ilyen kis előzmény. Semmi baj. Örülöm, hogy nem kapott egy barackot a fejére. Igen. És aztán jött egy válasz is, hogy amikor odament és kitátogta azt, hogy na ott van benne. Igen. Lesz, azt nyilatkozta az edző, hogy hát ennyire szeret. Lehet, hogy hiányoztam neki. Kár, hogy amikor a Puskásban volt, nem volt képes így játszani. Hát szóval, ja. Nem tudom, azért már nem biztos, hogy egy... Mind a kettő oldalon. Nem, a következő igazadban, Zoli, tehát ez a fajta kirobbanás, ez teljesen normális. Olyan állapotban van olyankor az ember, tehát ezt nem lehet összehasonlítani semmivel. És felfokozott, nem? Így tehát van. Ez olyan, amikor először kitartuk, hogy mikrofont tesznek a játékosok, és becsúszik egy-két olyan szó, aminek... De a játékos becsúszik, hát ott olyan állapotban, hogy majd arra figyelsz, hogy én most szépen beszéljek, mint egy úriember. Talán az nem annyira, hogy mondjam, de értem most már így a szituációban el tudom helyezni, hogy talán nem kell annyira oda menni, ünnepelni. Menjen lassabban. Üvölcsön, nem csak oda. Nem biztos, hogy a... Na, talán ebben én van egy kicsi. Én azt mondom, abszolút megbocsátom. De benne van, mert lehet, miket csinálni? Valószínűleg nem voltak jó kapcsolatban. Honnan veszed? Csak úgy senki sem van. Amikor mi teniszteztünk játékhevében, és mögöttem jött a csatornázási vállalatú valaki leüríteni a csatornát. Tök normál. A pályán belül? Nem, kicsit kívül. És kész voltam, tudod, a csavar, csattogás, kattogás, fék, és ütőt eldobtam, megőrültem, érted? Oda mentem, nem lehetne abba adni? Mit? Hát dolgozunk, de a hangot, jönnek a hangok, és néztek, ezen mi van? És abba adták egy kicsit, játszottam, és 10 percben újra kellett. Nem, be kell fejeznünk a munkát, mert a lakók nem jutnak vízhez. Nem érdekel. Hát, amikor játszol, minden zavar. Mindkét oldal minden zavar, ha játszol, és ez kijöv, persze. Ilyen kis. Akkor drága Zoli, drága. Csongvai Áronról mi a véleményed? Na, ez most érdekes sztori.
Mert szép. Hát azért mégiscsak az UTA csapatkapitányáról, az egykori csapatkapitányáról beszélünk, ugye, aki azt nyilatkozta, amikor a Fehérvárhoz igazolt, hogy egyértelműen előrelépés az átigazolásom, a karrierem és a fejlődésem szempontjából. Mondta ezt még akkor, ugye? Még igen, érted? Egyetlen. És aztán utána, amikor ugye hát most már gyakorlatilag... Az Újpest előrébb tart, mint a Fehérvár. Igen, a kiesetlen harccal azt mondta, hogy hát nem egészen ezt gondoltam, egy kicsit másban reménykedtem, és hát nagyon jó lett volna, ugye, hogyha másképp alakul, mert nem ezért igazoltam ide. Hát egyet tudom mondani, Isten nem ver bottal. Eszembe jut, amit Kurtáról mondtál annó, ugye, hogy a csaló. Mocskos áruló rohad. Én ezt nem mondom. Nem. Isten nem ver bottal. A Kurtát attól függetlenül jobban utálom. Na, hát mikor ő ugye elment az Újpesttől, akkor még nem a jelenlegi edzőtök volt, az Újpest edzője. Edzőváltás előtt hagyta el. Én valószínűleg ott nem érezte, hogy ott nek a fejlődése. Lehet, hogy ott is volt egy kis kapcsolat. Igen, a kapcsolat biztos. Egy kis biztos. Szög. Igen. Meg gondolom azt érezte, hogy nem fejlődik. És gondolom a Vidi rácsapott erre a szituációra. Nyilván kicsi ez a futball réteg, mindenki tud mindenkiről mindent. Megneszelték, hogy ő mozdulna, és átigazolták gyorsan Videotonhoz. Akkor még a Vidinek több esélye lett volna a jobb szereplésre. Most már látható, hogy a Videoton teljes káosz van. Teljes káosz van. Kiesés ellen. Igen. Sok ismerősöm és cimborám mondaná, hogy nem ártana, hogyha most egy kicsit megtanulnák, mi az, hogy vissza kell kerülni az NB2-ből. Erre megvan a reális esély. Nekem sok barátom van, tehát nem mondhatok rosszat. Ez a srác egyébként nagyon jó futballista. Én régóta figyelem őt az Újpestben, amikor még egy vagy két éve játszott, nekem nem tetszett. Kérdeztem is, hogy... A haja. Hogy, tehát, viszont nagyon sokat lépett előre. Tehát nem feleségük-e benned, hát nem tetszett. Ez így. Egyébként emlékeztek rá, amikor a Videóton első meccsén játszott, milyen gólt ugat? Kegyetlen nagy gólt ugat, egy szöglet volt, emlékszem. Rövidre ment, és lábbal a jobb felsőbe tudta pördíteni. Hát, kézzel mondjuk sokkal... De fejjel te, ja? Zoli. Vagy te nem fejjel, ti élted be? Látszik. De hogy nem állulom, de én a 11-es is ráfejeltem. Milyen, 7 kiló... Hát ez Zoli volt, amikor megjött egy ilyen futásban ráfejeltem a 11-et. Megjött egy ilyen, nem tudom, milyen elkívásos meccsen voltunk, és beáll, későn érkezett, mentem, hogy beugrott, azon azt a szöglet... Tudom, hogy melyik kapura támadunk, de beugrott, akkor... és ellenálltatlan, most a öngolt fejeltem. De akkor így, állt... így. És így állunk, na mi van? Bocs. Azt hittem, hogy támadunk. De te beálltam, de bang, ez az! De na. Akkor állt, de hát az állat. És ő egyedül, sem a többi a társai. Tudod, mi történt? De saját kapul. Jó, nem mindegy. Na, ezek után azért a Zoliról szakmai kérdésekről lebeszélgessünk. Ezek tehát, után a Zoli volt talán. A Zoliról lehet szakmai. Hát ez hogy beállsz, és nem tudod, melyik kapura támadsz. Mindegy, hát azért máshol jártad ezt. Akkor a húgom akkor ment férjhez. Nekem meg nagymamám született. Ulán bátorba. Korra szülött vagy, ráadásul. Na, jó van. Viszont nem vagy gyáva. Azért az a legnagyobb, a szezon legnagyobb, és nagy valószínűséggel legnagyobb figyelemmel kísért át, vagy visszaigazolása, mégiscsak Messi lehet, ugye, mert Lionel Messi. Nézzük csak, mi lesz itt? Mi lesz itt? Nagyon csúnyán összevesztett most a Paris Saint-Germain-nel, ugye ő elment Szaúd-Arábiába, arról volt szó, hogy ha nyernek, akkor lesz két nap szünet, ő már arra rákészült, stb. De két hétre gyakorlatilag ki is kapcsolták a rendszerből, most úgy tűnik, hogy már valószínűleg egyáltalán nem is nagyon akarott már. Eleve gyerekek, csúnya, csúnya lesz ennek a PSG házasságnak meg és Messinek a vége. Csávó, aki egy 100-as izzót ki akar csavarni. Nyilván kellemes, az egyébként jó a Párizs, de hát ugye mégsem. Azért ugye most megbüntették itt ugye az edzésről a kimaradás miatt, amit ő szólt, hogy elmegy, és nem pedig szólnak neki hétfőn, hogy nem lehet hát elmenni. Én azt gondolom, hogy ő azért megteheti egy egyezés ki, hogy Maradona annak idején az hét elején nem edzett. Tehát azt sem tudták, hol van, csak azon imádkoztak, hogy megjöjjön. De ő sem tudta. Ő sem tudta. De hogy megjöjjön a meccs előtt, azon imádkoztak, és ahogy betoppa az öltőbe, ez az, kezdve a Diego, kezdve, és lőtt 3 gólt, szóval kész, ennyi. Na jó, hát és te megint eltűnt egy hétre. Igen. Nem tudom, kinél volt, a Manchesternél volt, vagy a Beckham, vagy nem tudom, hiszem, Rooney-nál volt, igen. A Rooney, mikor Manchesternél voltak, hogy többen beárultak, mert edzésre, tegnap diszkóban volt, csajozott és ivott. És meg mondja, a Gascoigne volt ilyen. Azt mondja az edző, hogy jó, és azt sem, amit akar, mert vasárnap mindig itt van, és mindig lő egy gólt. Nem érdekel, mi is a szombat. Igen, te meg. Nagyon szorgalmasan nézsz, és dolgozol, és Harry nem találod el a labdát. Értem, gyerekek, na de ma a profi futball, meg igen, ilyen csapat, nem, mint a PSG. Viszont ezt meg ki lehet csinálni, kell, hogy legyen egyenlő és egyenlőbb.
Én mindig voltam, ilyen sztároknál nem tudsz azt, nem tudod. Neymar, nem úgy lehet, mindenki egyforma. Na, egy nagy túros, nem mindenki egyforma. A Paris Saint-Germainnél mindig, mindig lesznek problémák. Ez a klub, ez úgy, ahogy van, egy káosz. Egy probléma. Igen. Tehát a Neymarral ugyanez a probléma van. Akárki van ott, senkivel nem jó, semmi nem jó. Ez ilyen sztárbrigád, tehát összevásárolt világsztár, tehát nem posztra igazol, hanem még egy eladható mez. Még egy eladható mez. Az nem csapat, hanem világsztárok gyülekezet. El tudod képzelni, mekkora párizsi szíve van mindegyiknek, ugye? Tehát, hogy ott nőttek fel, nyilván kötődnek a városhoz, stb. Tehát ezek mind annyira benne vannak a vérükben. Egyfelt torony alakul a szívük. Nem, a sarkon egy párizsi felvágott egyébként, hogy jöttem, csak elég nagy képű volt. Na, és azt akartam mondani, hogy egyébként a Manchester City is ilyen világsztárok gyülekezete, de mégis valahogy a Pep Guardiola jobban kezeli ezt a sztárok öltözőjét. Mehetne Szaúd-Arábiába, természetesen nagyon-nagyon várnák, nagyon-nagyon sok pénzért. Az annak az egyharmadáért is el nem szerződne egyébként a Barcelonába, de abba a Barcelonába képzeljétek el, ahol olyan komoly pénzügyi problémák vannak, hogy a nagy múltú, a 96 óta működő Barca TV-t konkrétan lehúzzák a rolótról, bezárják, hogy hát, ha azzal is tudnak spórolni, én nem tudom, Levi, most te, mint nagy Barca drukker, hát ez milyen sztori, hogy a Barca TV-t becsukják ott a boltot. De miért van az, hogy nem hát, szólnak, de miért tudtunk volna egy jó műsort, volna oda. De nem tudjuk, hogy ott is milyen, ott is milyen vezetés van, mindig van ott is gond. A Laporta meg mindenki. Valaki begégézte? A mondok, igen, ott elindult a Gigasztár című tehetségkutató. Én többet lopok. Most ő az újabb giga. Hallod, van egy játékosotok, akit most el akarnak. Meg vagy? Úgy látom, hogy most kezdve üti a heroin. Igen. Na, mondd a nevét, akit el akar adni a Barca. Akit elvinne a Barca? Nem, el akar adni a Barca. Hát remélem a tipegő talpakban, a Jordi Albán. Egy méteren húsz lépés. De egyébként miért? Miért megmondja a Pirét? Extra jó futbalista. A Jordi Albán. Szenzációs játékos. Azonnal elad. De szerintem már padozik, nem is tudom, de nem is értem. Egy szenzációs játékos. Egyik legjobb a posztján. A Dybalát akarjuk most a Rómától, ezt hallottam. Igen. És a Levát valahogy... Mert pont ezt olvastam, hogyha sikerül ez a tranzakció, akkor egy kicsit rendeződne a Barcelonán az anyagi... Melyik? Ha Messi jönne, vagy a Dybala? Vagy most nem, hogyha eladná a Barcelonát, talán a Dybalát. Jobban állnak majd anyagilag. Erre egyébként azt mondom, ha Messi csak fél időket játszik, vagy csak a padon ül, vagy kitesznek ilyen kartonfigurákat is, fél maga a jelenléte. De persze, ez egy Messi bőrbábút. De én ebben biztos vagyok. Meg itt az a lényeg, hogy főleg most már, szerintem eljöttünk egy olyan korszak, időszakba, nincsenek nagy sztárok. Hiába mondjátok, ez a Haaland gyerek talán, azon kívül, nézze már hát ne, Messi, Ronaldo, a Mbappé mitől sztár? De semmi. A Haaland is tényleg az egy tank, tehát az nem olyan klasszikus, mint a Messi, a Maradona, a Romário. De Mbappének sincs. Nem lehet megállítani. Na de Tomi, mondja a Mbappének három meccsét, ugye nagyon kéne gondolkodni. Tehát azért mondom, nekem ez nem játék. Hát nem, max a VB-t döntöm. Na de hát ilyen másik. Szaladgál, mint egy bolond. Tehát azt mondom, hogy ha jön egy ilyen klasszik játékos vissza a Messi Barszába, igenis, van helye, játszon 20 percet, fél, tök mindegy, maga a jelenlét a pusztítása. Hát én ezt értem, de ez nem egyfajta visszaépülés egy ekkora sztárnak, szóval, hogy én értem, nem, hogy a Barsza senki nem szív kezeli ott úgy. Van, nem? Senki biztos? Nem. Visszaépülés. Nem. Hát igen, úgyhogy kicsit kezeli. Hova kéne mennie, hogy felfelé épüljön? Nem tudom, hogy kéne egyáltalán. Nem kell neki épülni sem. Mindenkit, hogy azért jön. Én egyet támogatok, jön el Párizsból, jön el. Ez a klub, ez nem neki való. Nem, abszolút. De akkor se volt, amikor oda ment. Mint ahogy a Griezmannról beszélgettünk, nem való neki a volt Barcelona. Volt a Barcelona, és viszont az Atletiben is a halálosan újra megtalálta magát. Igen, hát igen. Nektek volt a mi kis Liverpooli játékos, Fernando Torres. Hát ez egy mondjuk úgy, ez zseniális, hogy milyen. És amikor más csapathoz elment, akkor megállt nem a tudomány. Tehát van olyan, hogy ilyen klubokban, a Barcelonában, a Messi csak a Barcelonában ragyogóan működik. Ott működik. És a kitette a lábát, látjuk itt is. Ott élteszi az egész életet. Miközben azért vannak ott új tehetségek, például ez a fiatal 15 éves áll, 15 éves gyerekek. Én már nem tudom, hogy ez hova akcelerálódnak a gyerekek, ilyen, hogy egészen sztori? Elképesztő. Nem az? Nagyon jól kicsit játszik állítólag. Jó, hihetetlen tehetséges. Nagyon tehetséges. Nekem egy kicsit ez valóban a legfiatalabb lett. Na, most jó, most nagyon erősek vagyunk. Fiatalt a Pedri, Gavi és a többiek. Nagyon jó, hát Koundé, Bálé, mindenki. De mit mondott a Barcelona tábor egy évvel ezelőtt? Jó estét kívánok. Ez egy esti meccsen volt. Nem, tényleg azt mondták, hogy hát ez a Barcelona. Tele vagyok Barcelona, ha
haverokkal, és mindenki azt mondta, hó, hát most mi lesz velünk, meg akármi, és nézd meg azért lépésről lépésre. Az egy gyengusz, amit mutatunk, de majd... De bocsánat, így is, ebből a gyengusz teljesen magasan nyeritek a spanyol bajnokságot. Ez hogy van? Hát úgy, hogy a spanyol bajnokságot. Ami na? Azért... Azért ez kicsit érdekes. Az, hogy volt 4-5 ilyen 1-0-ás meccsünk, amikor a többiek kikaptak. Ez... Na de bocsánat, Levi, mégis 1-0 ide. Javatok. Na jó, de mire mennek majd bele például jövőre a BL-ben? Hát ezt láttuk, hogy az egy másik helyzet. Egy éve idősebbek lesznek a játékosok. Ne felejtsük el, ebben a korban, 18-19-20 éves. Jövőre mindenki egy éve idősebben. Egy év ebben a 18-19-20-21 éves korosztályban rengeteget számít. Rengeteget számít. Tehát egy 26 éves játékos. De a Messinél is, ha visszaigazol, ő is egy évvel öregebb lesz. Ha visszaigazol, akkor azért nem halagudja Messi. Sem fiatalodik. Ez így van. Mia. De ez is vaslogika. Ha kimozdul... Dobbal nem lehet verebet fogni. Én is most eljössz. Ha kimozdul Messi Párizsból, hova tudnánk elképzelni? Na, mondjátok. Keresünk neki csapatot. Mondtam már Szoboszlainak. Keresünk Messinek. A Messi hova menjen? Hova? Csak a Kispestben. Ha szeretné idejönni, ha az utolsó három. Vagy Atletico Madrid. De az meg van az, mikor jön ki a Kispest utolsó meccsei egyikére, és Messi ott van. És senkinek nem szólunk előre sem. Jön ki a csapat, ott a kezdőcsapat, és Messi. És egyszer Gerard Depardieu mellém állt Rómában. És így áll, így, hogy te ülsz, így balra nézek, és itt állt a Gerard Depardieu. Ha barátom szerint Gepard Depardieu, mondom, nem? Jó? És ott áll mellettem. És itt van mellettem. Retard, az a francia színész, aki ilyen. És mondtam, nem a nevét nem mondhattam ki, és így nézi a hölgy így a kirakatot. Ékszer, óra. Itt van mellettem a híres francia színész, hogy ékszer, gyűrű. És mire magához tért, mit mondtál kicsim? Baranyszem, senki. Semmi, hagyja csak. Tehát én nem hittem el, hogy ott van Zsár, de pedig ugyanez lenne, jön ki a Kispest, ott a Messi, megvan az ember, szocsizó ember ott a korlátnál? Persze. Na, nem. Van még korlát? Nem voltál még az új stadionban? Mennyi Kispest konvédmezt adnának el, hogy megugrana a merchandising, képzeld már el. Senkinek nem szóval, és ott... Te. De a mozgás... 10. perc 10-0 nekünk. Nekünk 10-0, álmodik a nyomor. Nem hiszem, hát hogy? De hogy jött volna ide? Egész évben rutatok 10 gólt nagyjából. Hát az Atleti is, az is két meccs alatt. Milyen szép volt. És még lesz egy érdekes meccs kedden, csak hogy jó legyen a... Igen. Igen. Ugye elutazik a madridi csapathoz. A pont, mindenki gondoljon oda, amit akar. Mell. Így tudom mondani, férfi csecs is lett volna, igen. És ott viszont egy nagyon szép City győzelem, igen. És akkor nagyon szurkolok. És akkor a teljes megsemmisülés. Azt adott. Nagyon szeretném, mert hogy sem a bajnokság, nyerjenek, semmit. Sem nem akarom, hogy semmit nyerjenek. És ugye te reálos is vagy? Nem akarom, hogy semmit nyerjenek. Nem akarom, hogy nyerjenek bármit. Mit érzel erre? Jó, a dupla tagadásoknak szép világ az. Szép. City. Ilyesebb. Bosszúza vágyik a szabály. Én biztos vagyok. Jó Isten áldja meg a nevedet, hogy ezt mondod. City egyért. Alázódjon meg. Nem is lehet összehasonlítani. Nem tud két emberet. Hát nem csak Haaland, nem, ott figyelj, ott olyan játékosok vannak, azért ott rendben van. Rüdiger, a német fiút. Hát figyelj, ott a támadósorban akárkit berak a Márquez, elképesztő játékosok vannak. Na, az még egy jó, én az még egy látom jó magam előtt ezt a jelenetet, hogy megjelenik. Ez kedden lesz ez a mérkőzés? Igen, akár nézhetjük, nálam, megnyitottam a kulteraszt. Ha van egy kis pénzed, gyere hozzá. 139 ezért most leérték el tévét, tudsz venni, hogyha többen is láthassuk, mert abban a kis Junos méretűben. Meglátjuk, hány kicsi és nagy szurkoló fog majd a tippjeitek után természetesen örömmel máborba úszni. Most mutatunk nektek, lesz egy ilyen kis új rovatunk. Egy hogy képzeljük, a zenekarban a basszusgitárosunk, a Kovács Dávid, nagyszerű barátom és harcostársam a forradalomban, ő csinálja TikTok, és mondta, hogy muszáj csinálnom, Zoli, mert ez ennek óriási következő. És csináltat el milyen hülye videókat, én fogadni, azt sem tudom, hogy kell föllépni a TikTok, nem érdekel a téma, és de megcsinálja a videókat, és nagyon pörög állítólag. Na, képzeljétek el, én is oda keveredtem, de nem is ez a lényeg, hanem gyűjtöttünk nektek egy kis szupi összeállítást arról, amúgy egyébként, hogy ami szerintem, most kíváncsi vagyok, hogy meg fogsz picit hatódni ezen, mert azért tudom, hogy te képes vagy filmeken meghatódni is például, hogy a Zuhanás című filmen, ugye, ott elérzékenyültél, ugye? Na, tehát, hogy a kis szurkolók, meg a nagy sztárjaik vajon mit kezdenek egymással, hogy azt az arcot figyeld, nézd csak, oda nézd. A reakciók, nézd már azt, nézd azt édesem, a fejét. De aranyos. Nézd már. Jó, de cuki. Oh.
Itt most ki volt az? Ezek az őszinte pillanatok, igen. Figyelj. Igen, már sír. Milyen jó igazolás volt ez a rendben. Figyeld, a kis kicsinek a fejét, figyeld. Á, alibi úr, tiszteletem. Mesutka. Ez most komoly? Mesut. Ez tényleg? Nézd. Dadam. És így. Rosszul lett. Infarktus kap a kisfiú. Igen, ezek veszélyes szituációk, mert a gyerek lehet, hogy megáll a növésben, abban a pillanatban. Opa. Leesett a színpadról? Kisrác. Teljes. Sok. Igen. Nézd meg, édesek. Na, szóval azért... Zabaléta. Zaba. Megzaba. Na, hát ilyen. Meg lehet őket zabálni, nem? Nagyon édesek. Nagyon cuki. Szóval ilyen ereje van azért ennek. Hát a futballnak van a legnagyobb ereje, nem is kérdés. De egyébként hozzáteszem, nyilván Egyesült Államokban más mondanának, mert mondjuk egy baseball meccsnek a hősei, vagy a NHL, vagy a bármelyik. De ez is csak Észak-Amerika, Dél-Amerikában már megint csak a labdarúgás. Csak a labdarúgás, igen. Tehát, hogy azért a világon nem véletlen 210-valány országban ez a legnépszerűbb sportág, még így az Egyesült Államokban is egyébként. Komolyan mondom, hogy miket mozgat meg a foci. Na, minden, meg még egy dolog, mindent, a zene, ugye? Mindent a zene kivált, hasonló, és meg mindent ugye? Is. Így van. Igen, és azért az igazság, hogy főleg hogy a gyerekeknek, meg a fiataloknak, amilyen hatást gyakorol a gyerekekre, fiatalokra, találtunk, képzeljétek el egy érdekes képet az egyik szurkolódról, a Soder Klub fiatal humoristája, Gál Dani például még photoshopolásra is kényszerült, mert állítólag azt mondta, hogy 12 évesen azt kellett hazudnia, hogy Halász Judit koncertre megy, pedig kép, úgy... Kép, kéz. De jó. Mert így merte megmutatni a szüleinek, hogy hol is volt valójában. Nézd, Gál Dani. Halász Judit. Jó, ki van marva a Juci. Judi Fisheme. Érted, így imád adott téged, hogy ott csápolásra az első sorban, nézd meg. Képes volt Halász Judit fejét rád photoshopolni. Nagyon komoly. Na hát így van ez. A kicsi bilingenc. Így van ez, látod. Cukik, nem? És vannak fiatalok, ugye? Ott csápolnak nálatok? Abszolút, még most is vannak, persze. Jó, hát minden korosztály. Ugye a zene is, mint a végtelen. Tehát az is, mint a ilyen szempontból a futball. És tovább. Mindenki szereti. Nincs olyan ember a világon, aki ne szeretne valamilyen típusú zenét. Ugyanígy, nem tudom, elképzelni, van a világon olyan emberke, aki valamilyen kapcsolaton ne lenne a labdarúgással. Lehet, hogy utálja, de érzelmeket vált ki belőle. Persze. Hát az asszonykák. Mert ugye a férjek igen, vagy valami hozzátartozó. Igen. Zöld már megint a tévé! Ja, ugye? De nálunk ez annyira hát érdekes, nem szokott probléma lenni. Igen, mert hogy azért a szurkolónak kell ez az élmény, és például ilyen élmény volt nagyon sokáig, amíg lehetett nálunk ugye az, hogy valaki a kezdőrugást elkezdhet. Emlékeztek, nem úgykor embeséztük ki ezt a, hát nem túl jól sikerült gonosz Diósgyőrű Kabus, ugye Senko Zsombort, aki nem engedte ugye a kis Varga Enoknak, hogy gólt rúgjon neki, hogy rávezesse. Aztán ezt meg is szüntette egyébként az MLS. Igen. Viszont azért vannak olyan pillanatok, és most mutatok egy a másik korosztályból is egy hatalmas ez figurát. Történt, igen, 102 éves Sanyi bácsi végezte, képzeljétek el Debrecenben a kezdő rugást. Melyik a kettőből 1920, a Sanyi bácsi? 1920 óta, segítek, 26 óta Debrecen drukker. Tehát nem egy divat drukker, azt hiszem, hát nem? Na, ez mit szóltak? Itt ünemény, hát fantasztikus. 102 éves. Gyerekek, 102 egyet megélni a 100 évet, meg akármennyit. És ő Debrecen drukker. És valaki idősebb anyukámnak. Isten éltese, anyák napján a drága édes. Igen, minden anyák. Júliusban lesz már az 95. szülinapja. Cuki. És most meg izé. Menjünk már szója, mert adjul el, meg én sem. Természetes dolog, majd kihozom, akkor majd kihozzuk, és a régi kéróba ott majd összegyűjünk, majd várunk szeretettel. Csoda. Na, így van, úgyhogy éljenek az anyák. Hát jó, van, tetszik persze. Ezek szerint te is, Zsuzsika. Éljek én is. Végül is tulajdonképpen miért is rosszul. Én nagyon éljek. Szerintem akkor... Éhez is itt a műsorban. Hát mondjuk itt nem olyan nehéz azért itt köztetek. És most innentől elindul az egymástak a kölcsönös udvarlás, de ebben már nem veszünk részt, már hogy titeket nem vonunk be, mert ez már egy a műsor egy másik rész. Köszönjük szépen. Sziasztok! Boldog ballagás! Boldog tudjátok, írjátok le, mit gondoltok, és adom, a jobb felső FIFA legközelebb is itt lesz. FIFA. Énekeltek, daljatok majd, Sevilla, Sekonál, Szetányér. Hey!
Két hetente jelentkezik a Jobb Felső Pipa, a Mandiner és a Sportimádok fésületlen podcastja. Folyamatosan frissülő tartalmainkért pedig iratkozzanak fel a csatornánkra. Kezdjük!